Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Gémesi György Gödöllő polgármestere, az orvos, a sportoló, az ember. Az ember, aki nem felejti el a nőnapot sem, és ilyenkor színpadra pattan. Na, hogy sikerült az idei nőnapi buli? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nagyon jó sikerült, 6 előadás, 6 teltházas előadás egy nagy színházteremben. Ugye mi ilyenkor a intézményvezetőkkel, jegyzőúrral, alpolgármesterúrral, legalább olyan 30-as csapattal adunk egy jótékonysági műsort, amiben sok-sok vicces dolog van, tánc van, kabaré jelenetek vannak. Nagyon jó sikerült, és ugye ez volt most a 30. 92-től csináljuk, 2 év kimaradt a Covid meg haláleset miatt, de 30. műsor kvázi egy kicsit jubileum is volt, és nagyon-nagyon jó volt. A legfantasztikusabb dolog az volt, hogy az első előadáson megjelent egy 100 éves néni, teljesen fit, teljesen jól lehet vele kommunikálni, és őt én köszöntöttem 2 hónappal ezelőtt, akkor volt a 100. születésnapja, és mondtam, hogy hát örülök, hogy van, és hogy milyen jó, hogy ilyen jó egészségállapotban, és ő mondta, hogy engem mindig meg szokott nézni a színpadon, mondtam, ezt én nem tudtam, és mondtam, hát akkor jöjjön a nőnapra is, és ott volt az első előadáson, köszöntöttem őt is, tehát ez még egy plusz dolog volt ebben a dologban, és nagyon jól éreztem mindenki magát. Vannak gödöllőiek, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen ez a kampányító volt, és minek utána a színpadon mindenféle párt képviselői ott voltak, párttagok és pártatlanok, úgyhogy ez tulajdonképpen fémjelezte azt is, hogy ön újraindul, és ugyanilyen csapattal indul újra. Hát helyes ez a meglátás? Ez abszolút politik, pártpolitika mentes, sosem pártpolitika nem volt benne. Lokalitás igen, tehát ugye én lokálpatrióta vagyok, és egy nagyon komoly gödöllői kötődésem van, de nincsen ebben az egész dologban soha nem is volt pártpolitika, és mivel 30. előadás volt, épp előbb mondtam. Ez a bizonyíték arra. Igen, tehát ez itt nem egy új dolog, hogy most éppen napkor. Az, hogy a választási júniusban van, arról nem tehetek, azt nem én találtam ki. Az rendben van, de akkor viszont most mondja el, legyen szíves nekem, hogy akkor hogy sikerül mégis ennyi időn keresztül megpróbálni a pártpolitikát távol tartani az önkormányzattól? Az önkormányzattól igen, jó megfogalmazás, mert én voltam pártpolitikus, nyilván a Magyar Demokrata Fórumban kezdtem. Volt sportoló is, volt orvos is, ami még ma is az, családapa, nagypapa, és szegény család biztos nem örül annak, hogy nem sportol vagy orvoskodik, mert az zökkenőmentesebb, több idő jutna rájuk, nem? Sportolni sportolok egyébként, mert kerékpárban... Na, de nem úgy, mint annak idején, mint egy olimpikon. Hát az már, azért már az ember abban... Vannak öreg fiúk is azért. Hát öreg fiúkban focizom. Tehát én focizok időnként az öreg fiúkban. Visszatérve erre... Na, hogy megy a foci a polgármesteri hivatalba, úgy, hogy csak simán önkormányzat legyen, és nem országos pártpolitika? Az az igazság, hogy teljesen intaktnak lenni nem lehet, hiszen a politikai pártok országosan meghatározó jellegűek, legyen az ellenzék. Meg országos szervezetnek is az elnöke. Országos szervezetnek is vagyok az elnöke, de az egy szakmai érdekvédelmi szervezet. Tehát teljes mértékben ez nem egy pártpolitikai szervezet, hanem egy szakmai érdekvédelmi szervezet, és én magam is azt gondolom, hogy a helyben egy ekkora városban, most nem a fővárost, kerületeket és a megyei jóvárosokat mondom, de egy ilyen városban nincs helye igazán a helyi döntéseknél, a pártpolitikában. Értékrendeknek van szerepe, és annak, hogy mennyire kötődök a helyi dolgokhoz. Ugye nekünk a választóink a helyi polgárok, és nekik kell megfelelni, nem pártpolitikai műhelyeknek, és én ezt továbbra is tartom, és eddig ez eredményes volt Gödöllőn. Hogy ezt várja a következőkben és is? Én azt gondolom, igen, mi a centrumban vagyunk. Tulajdonképpen van egy lokálpatrióta klub, amelynek keretein belül indulunk. Ez egy abszolút civil szervezet, 92-ben lett alapítva, és természetesen a testületben, amennyiben a város érdekei úgy kívánják, mindenkivel együtt kell működni, ez nem kérdés. Tehát a továbbiakban is úgy gondolom, hogy... Volt már olyan is, hogy koalícióra volt rákényszerítve? Hát most egy olyan koalíciónk van, hogy egy másik civil szervezet jelöltje van bent a testületben, és úgy van meg a többségünk, de ez nem pártpolitikai koalíció, hanem azoknak a
programoknak, azoknak a helyi irányoknak, stratégiáknak a mentén köttetik. Tehát nézzük meg akkor, hasonlítsuk össze a múltat és a jövőt. Második alkalommal hazánk adja az európai soros elnökséget. Az első alkalommal a legkedveltebb és a legtöbb esemény színhelye Gödöllő volt. Így van, akkor ez nagyon nagy élmény volt a számomra. Én sajnálom, hogy most nem így döntött a kormány, hogy mi leszünk a kastélyban ennek a helyszíne, hiszen azért mégis a kastélynek van egy történelmi üzenete, van meg egy olyan építészeti... jól hangzott volna a tudósításokban, hogy az Európai Unió a kastélyban. Hát igen, és ráadásul nekünk van egy olyan logisztikai pozíciónk, amivel nagyon nehéz versenyezni, 20 percre vagyunk a repülőtértől, és ez a fővárosi forgalom, ami ugye megterheli a közlekedést, az ilyenkor kiküszöbölésre került. Tehát az egy nagyon sikeres elnökség volt, 44-45 nagy rendezvény volt Gödön, a legnagyobbak Gödöllőn. Hol lesznek most ezek idején? Nem tudom, én nem foglalkozom vele. Lehet, hogy lesz Gödöllőn is kísérő rendezvény, de már készítik elő, és én ebben most nem vagyok beavatva. Sajnálom, mert szerintem annak idején mindenki azt mondta, hogy a kastély egy olyan hozzáadott értéke volt az uniós elnökségnek, ami meghatározta annak sikerességét. Túl vagyunk ugye a Covid-on, most háború van, viszont gazdaságilag nem vagyunk túl elengedve. Mit tud ígérni a választóinak? Mit tud teljesíteni a következő kadenciába? Hisz bármit ígér, az pénzbe kerül. Az önkormányzat, nem ígérek semmi olyan különlegeset, ami felelőtlenség lenne. Ismernek elég jól, azt is tudják, hogy mindent kihozunk abból a lehetőségből, pénzből és mozgástérből, ami az önkormányzatnak és Gödöllőnek jut. Azért voltak nyertes pályázatunk. Kérdés az, hogy az uniós finanszírozás hogy fog működni. Megint recsegropog, megint vannak feszültségek a kormány és az unió között, de hogyha van Magyarországnak valamivel több többletforrása a Brüsszelből, már pedig azért lesz, abból nyilván Gödöllőre is fog jutni. Én azt gondolom, hogy az átlagosnál jobban tudunk gazdálkodni a forrással, ennek van egy nagyon-nagyon lényeges oka, mi nem nyúlunk a közpénzhez, nagyon szigorú szabályok szerint gazdálkodunk. Ma már szerintem egyre nehezebb lesz a közpénzhez. Én azt gondolom, hogy ez nem nehezebb. Bizonyos szinteken, ahol vannak bizonyos felmentő lehetőségek arra, hogy valaki ezzel kicsit hatékonyabban gazdálkodjon egyéni érdekek alapján. Nagyon jól fogalmazok? Jól? Jó? Nem akarok csinálni. Vállalni tudjuk a véleményét. Azt mondja meg nekem, legyen szíves, hogy egészségügy, hát mégiscsak ön egy sebész orvos. Hogy vannak a gödöllőiek elengedve, van-e a városnak saját egészségügyi rendelője? Rendelő van, járóbeteg ellátás, még fenntartói jogosítványai nálunk vannak, de hát nyilván ezt az állam finanszírozza egyre kevésbé. Idén már majdnem 100 millió forint pluszt kell beletenni az állami finanszírozásba, ez nem jó, mert nekünk sincs pénzünk. A magyar egészségügy ma nincs jó állapotban, ezt mindenféle pártpolitikai megközelítés nélkül kell mondjam. Ezt mondja, mint egy... Az, hogy minden év végén a kórházaknak 150 milliárd forint adóssága van, ez nem finanszírozás, ez nem egy biztonságos működés. Na de egy pillanatra hagy emlékeztessem, amikor ön kezdte a politikai pályafutását, már akkor is a kórházak minusztermeltek. A minusztermeltek lehetséges, de tehát ez nem kimondottan a mostani kormány. A finanszírozás biztonsága megvolt. Tehát ők nem úgy finanszírozták, hogy akkor a beszállítóknak tartozunk évvégén ennyivel, annyival, amennyivel, hanem mindig finanszírozták. Ha veszteséget termeltek, akkor meg kellett volna hozni azokat a döntéseket, amelyekben nem termel veszteséget, vagy olyan finanszírozást kell adni, ami biztonsággal tud működni. Tehát a veszteség nem azért van, mert rosszul gazdálkodik egy kórház, azért, mert rosszul van finanszírozva. Doktor úr, ezek... a gödöllői patikák helyzetéről ezt már értettem, igen. Megértettem. A válasz lényegre törő és rövid volt. Gödöllői patikák az új rendeletek áldozatai lesznek, vagy sem? Talán nem, mert itt a közép-magyarországi régióban meg Gödöllőn van elég gyógyszerész. Ennek két éle van ennek a történetnek, hogy ugye nem kell gyógyszerész a patikába. Az egyik az, hogy... Szerintem kell. Igen, ebben egyetértünk. Akkor nincs is véleménykülönbség közöttünk. Én is azt gondolom, hogy ma már egyre inkább azért kell, mert a gyógyszerésznek mégis van egy olyan végzettsége, ami alapján ő azért sok minden jóval jobban tud, mint egy kereskedő. Ugye egy kereskedő, aki bemegy a patikába, és csak eladja a gyógyszert, az algopirint, a másikat, a harmadikat, az nem tudja azokat a
hatásokat, a gyógyszerek együtt hatása, az új gyógyszerekkel kapcsolatos problémákat, ami segít a betegnek. Sőt, nem egy esetben, amikor elmegyek a gyógyszeremet kiváltani, látom, hogy idős emberek tanácskoznak a patikussal, és megkérik a patikust, hogy nézze meg a felhőbe, illetve a már kiváltott gyógyszerekbe, hogy valamelyik orvos új gyógyszert ért föl neki, és hogy vajon ez üti-e azt, amit szed. Érdekes, ezt nem az orvostól, a patikustól kérdezik. Igen, mert egyre kevesebb az orvosbeteg találkozó. Eznek köszönhető kicsit a Covidnak is, az új rendszernek is, ami most működik, és a beteg viszont, akinek megvan a diagnózisa, tudja, hogy mi a baja, a gyógyszereit arra írták föl, az azért nyilván kell, hogy konzultáljon olyannal, aki tudja azt, hogy milyen új gyógyszerek vannak, mi az, ami ugyanazt a hatást éri el, de kicsit olcsóbba kerül, mi az új gyógyszer, annak van-e olyan mellékhatása, ami másik gyógyszert kiüti, tehát rengeteg szakmai kérdést kell megvitatni. Gyógyszert az egy gyógyszertár, mert a gyógyszerész kell. Tehát ilyen nincs, hogy kereskedőt küldjünk oda. Én látok ebben olyan folyamatokat, hogy valakik szeretnék ezt a piacot is jobban uralni. Nagyon-nagyon-nagyon veszélyes. Megtartom. Főleg a kórházi patikák átalakítása, hisz ma már nem minden patikába tudnak elkészíteni bármit. Így van. Érthető okokból. Viszont a belügyminiszter aláírt egy új rendeletet, ami a közlönyben a minap meg is jelent, hogy a nagykereskedők, gyógyszer nagykereskedők, megfelelő elmúlt évnek az arra eső hónapjára ugyanannyi tartalékkal kell, hogy rendelkezzenek. Tehát nem lehet az, hogy alapanyag hiány előforduljon. Minden a finanszírozástól függ. Tehát lehet előírni rendeletet, lehet előírni okos dolgokat, meg parancsokat kiadni. Ha a piac is azért bizonyos szabályozó erőkkel bír, hogyha ott nincs meg a megfelelő háttér és finanszírozás, akkor nem lesz gyógyszer. Tehát ki kell fizetni, valaminek van ára. Tehát van egy bizonyos marsa gyógyszeren is, persze természetesen, hiszen azoknak a gyógyszertárnak működni kell a kereskedő cégeknek. Abban is van igazság, hogy ez ne legyen extra, túl sok, de azért működni kell, azokat a költségeket ki kell termelni, amiben annak akár a gyógyszertárnak, akár a nagykereskedőnek kerül, lehet engedményeket adni. Csak ne legyen olyan, hogy hirtelen nem lehet gyógyszereket kapni. De hát pontosan az a helyzet, ha nincs pénz és nincs kifizetve, akkor egyszerűen nem lesz. Tehát ezt meg kell venni, ugye, mint a kiflit. Hát hogyha nincs a megfelelő finanszírozás, meg arra a kiflit se fog meggyártani. Március 15-én Gödöllő lakossága, ahol ünnepli a nemzeti ünnepet, milyen rendezvények vannak? Szokásoknak megfelelően a főtéren lesz egy nagyon szép ünnepi rendezvény, jó idő lesz, úgyhogy sokan kint lesznek, bízom benne. Nem megyünk el semmilyen pártpolitikai irányba, mi együtt ünneplünk mindenkivel, tehát itt nem kérdés az, hogy ki hogyan és mint szeretne koszorúzni, be kell jelentkezni, ez nemzetállam. És lesz egy szép szokásoknak megfelelően egy lovas felvonulás, ami most már hagyományszerű, úgyhogy 10 órakor kezdünk, 12-ig, és utána mindenki éljenek jól a gyönyörű gödöllői hagyományok. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Gémesi György Gödöllő polgármestere volt a stúdiónk vendég, és bízom benne, hogy mi hamarabb újra látjuk. Én is köszönöm, kellemes, kellemes ünnepeket és szép jó ünnepet pihenést. Kívánok. Köszönöm szépen. Előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk.